Hamarosan a szexuális strandon is csobbanhatnak a kikapcsolódni vágyók, hiszen a napokban nyit a komplexum. A kezdésre többek között felújították a csúszdához tartozó medence lépcsőjét is, számolt be az üzemeltető Szekszárdi Diák Étkeztetési Kft. Ügyvezetője. Alapvetően ugye a medencéknek a karbantartása, takarítása, a vízminőség biztosítása, tehát ugye itt szigorú felügyelet alatt megy, vízmintát vesznek, azt megvizsgálják, hogy milyen minőségű a medencében lévő víz. Nyilván embereket kell toboroznunk hozzá, ugye a fürdő alapvetően úgy működik, hogy van 6 fix emberünk, aki az úszoda, már a főiskola úszoda, illetve a fürdő üzemeltetésében részt vesz. Az árak hasonlóak lesznek a tavalyi évhez, mondja az ügyvezető, aki arra is kitért, hogy miért nem nyitott ki hamarabb a fürdő, ezt ugyanis korábban a közösségi médiában többen sérelmezték. Nagyon egyszerű az oka. Tehát a fürdő nyitvatartása napi 1 millió forintba kerül. Ahhoz, hogy bejöjjön 15-20 vendég, és menjen a pénz, az nem biztos, hogy egy akkora üzlet a üzemeltetőnek. Az élményfürdőnek az energiaár emelkedésekkel is számolnia kellett, hiszen az idei évben körülbelül 2,5-szeresére nőtt a vízdíj. Próbáltuk ezt kiküszöbölni, illetve a villamos energia felhasználást egy kicsit javítani. Frekvenciaváltókat szereltünk a egy részére a szivattyúknak, hogy takarékosabban működjenek. Tehát ezek mind megelőzik ezt a dolgot. Engedélyek beszerzése, minősítetni kell a csúszdát. Tehát elég sok feladat van azért ahhoz, hogy kinyissunk. A strandon a fürdőzés mellett különböző programok is szórakoztatják majd a vendégeket. Mindenképpen a fürdők éjszakájára tervezünk egy nagyobb rendezvényt, tehát ott egy egész napos rendezvényt, ez ami fix, illetve amit szeretnénk, ugye kikerül majd egy LED fal a fürdőbe, amin a sporteseményeket kívánjuk, ugye itt még folyik illetve most kezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság, utána olimpia jön, tehát ezeket próbáljuk majd azért itt elérhetővé tenni. Nem kell már tehát sokat várni a szexárdiaknak és környékbelieknek, hamarosan a medencéknél is felfrissülhetnek a nagy melegben.